Hatodik fejezet. Dauna bátyját kérdezi, Todd Solondz Isten hozott a babaházban című filmjében. Mark, jobb a nyolcadik osztály, mint a hetedik? Nem sokkal. És a kilencedik? Ócska az egész általános iskola. A gimi már jobb, mert közel az egyetem. Ott is cikiznek, de nem annyira élesben. Utáltam a gimnáziumot. A klikkekbe szerveződött diákok alkalomszerű kegyetlenkedéseinek és erőszakos tetteinek emelt darwini laboratóriumát. Osztályzataim rejtélyes módon egészen jók voltak, és zűrbe sem keveredtem. De az egyszem íráskurzus kivételével időpocsékolás volt oda járni. Nem tanultam semmit, és ezt senki sem vette észre. Nick gimnáziuma azonban sok közös vonást mutat egy kis liberális felfogásban oktató bölcsészkarral. A művészetek, a tudomány, a matematika, az irodalom, az idegen nyelvek, az újságírás terén épp oly izgalmas programokat kínálnak, mint az amerikai igazságszolgáltatás, a vallás és politika kérdéskörében. Akár még Langston Hughes is választható témaként. És mindezeket a tárgyakat elhivatott tanárok adják elő. A képzés drága. Vikinek és nekem is komoly anyagi terhet jelent. De tisztában vagyunk vele, semmi sem fontosabb a gyermekünk tanítatásánál. Ennek ellenére néha eltűnődöm rajta, vajon megéri-e. Ahol én nőttem fel, onnan is mentek páran magániskolákba, de a visszaszivárgó információkból az derült ki, hogy semmivel sem boldogultak jobban vagy rosszabbul az életben, mint mi, akik állami középiskolákba jártunk. Talán csak áltatjuk magunkat azzal, hogy megvásárolhatjuk a jobb, vagy legalább kényelmesebb életet a gyermekeink számára. Nick gimnáziuma egy 115 éves épületben kapott helyet, ami egykor katonai akadémia volt. A tantermek nyitottak és szellősek. Van szabadtéri úszómedencéje, füves sportpályája, lenyűgöző tudományos laboratóriumai, műtermei és színháza is. Nick már az első hónapban bekerült az első évesek kosárcsapatába, és szerepet kapott egy színdarabban is. Találkozunk barátaival a kampuszon, aztán péntek este nálunk tartunk egy összejövetelt. Jó gyerekeknek látszanak. Aktívak a diáktanácsban, a helyi politikai életben, sportokban, festészetben, színjátszásban, színdarabírásban, jazz és klasszikus zenét játszanak. Nick csodálja a tanárait. Biztató kezdet. Nick továbbra is falja a filmeket. Ez a szenvedély azóta tart nála, hogy meg tudta nyomni a play gombot a videó lejátszónkon. Kisgyerekként egyszer megkérdezte, hogy az FBI azonos-e a Disney-vel, mert a filmek elején a kalóztevékenység tilalmára vonatkozó, szigorú hangú figyelmeztetést összefüggésbe hozta a kalandos, romantikus, drámai vagy komikus történetek ígéretével. A Rózsaszín Párduc, a Cingár férfi és a Karen révén megismert Monty Python filmek mellett rajon Godárért, Bergmanért és Kuroszaváért is. Iskola után, a filmek előtt, a sportok, színi előadások és barátokkal töltött időközeiben Nick szakít időt Daisyre és Jasperre is. Daisy már egyre jobban beszél, de valamilyen okból átváltott állati nyelvre. Röfög, ijázik és nyávog. Ő és Jasper, akit Bapinak hívunk a Hélba püstökös után, barna hajtincs a nyugodt okos barna szempár fölött, oda vannak a bátyjukért, és Nick is rajong a kicsikért. A tanév zökkenőmentesen lezajlik. Nick mindig gyorsan és lelkiismeretesen elkészíti a házi feladatait. Karen hetente teszteli a francia tudását, én az írásbelik helyes írásában segítek neki. Bizonyítványában sorjáznak a tanári dicséretek. Aztán egy májusi délután, miközben Nick, Jasper és Daisy kim van az udvaron Karennel, cseng a telefon. Az első évesek dékánja hív, és azt mondja, Karennel be kell mennünk az iskolába, megbeszélni Nick felfüggesztését, ugyanis marihuánát vett az iskola területén. Hogy mit csinált? Kérdezek vissza. Ezek szerint nem tud róla.
Nick erről nem beszélt nekünk. Még azok után is megdöbbenek, hogy 2 éve magam találtam nála marihuánát. Elnézést, de ez bizonyára csak valami tévedés lehet, mondom. Semmi tévedés. Azonnal próbálok valami észszerű magyarázatot találni. Megint kísérletezik, gondolom, ahogy sok más gyerek is. Azzal biztatom magam, hogy Nick nem tipikus drogos. Nem olyan, mint a város főutcáján felügyelet nélkül, céltalanul, szájuk sarkában cigivel lófráló srácok. Vagy mint egy ismerősöm heroinfüggő 10 éves fia, valahol a keleti parton, aki egy autóroncsban lakik. Nemrég hallottam egy Nickkel egyidős lányról, aki bekerült a pszichiátriára, mert felvágta a csuklóján az ereket. Ő is heroint használt. Nick nem olyan, mint ezek a gyerekek. Nick őszinte, kedves és szorgalmas. Az én szüleim soha nem jöttek rá, hogy drogoztam. Még ma is azt mondanák, hogy az egészet csak kitalálom, vagy legalábbis eltúlzom. Pedig nem. A gimnáziumban a kevés zseppénzemből, illetve az újságárusítással keresett pénzből vettem a füvet. A 60-as évek végén, a 70-es években felnőtt gyerekek nagy részéhez hasonlóan nem csak hatalmas mennyiségű marihuánával találkoztam, de olyan drogok hosszú sorával is, amelyek teljesen ismeretlenek voltak az előző generációk számára. Korábban a kölykök csak sört loptak. A drogosok viszont egzotikus kínai ópiumszívók és heroinfüggő jazzzenészek voltak. A mi középnyugati vidékünkön, ahol csak 3 televíziócsatorna és tárcsás telefon volt, az egyik szomszédunk a padlásán marihuánát termesztett. Egy másik szomszédunk LSD-t árult. Akadtak minden iskolában srácok, és nem csak füves alakok, hanem sportolók vagy stréber lányok is, közöttük egy, akivel gimnáziumi éveim alatt végig nagyon szerettem volna lefeküdni, akiknél mindig volt marihuána, meg különböző tabletták. Esténként az új barátaimmal, akikkel a fű meg a rock'n'roll hozott össze, beszívtam, és vagy az utcán lófráltunk, vagy felmentünk valakinek a lakására. Hazaérve általában sikerült úgy besurrannunk, hogy a szülők nem vették észre, de néha elkaptak, és olyankor kénytelenek voltunk velük vacsorázni. Egyszer anyám azt mondta, ma este valahogy fenemód vidámnak tűntök. Vacsora után felmentünk a félhomályos hálószobámba, melynek falán egy Jefferson Airplane poszter lógott, és zenét hallgattunk a sztereó lejátszómon. Beatlist, Lennon szóló lemezét, Kingset és Dylant. Though the masters make the rules for the wise men and the fools, I got nothing, ma, to live up to. Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Keith Moon, rockstárok, akiket nagyra tartottunk, meghaltak. Ezek a tragédiák sem riasztottak vissza minket a drogozástól. Úgy éreztük, a halálukhoz nekünk nincs közünk. Talán mert a haláluk, mint az életük is a féktelen kicsapongásról szólt. Bizonyos értelemben azt élték meg, amit a zenéjükkel próbáltak kifejezni. Generation, baby, why don't you all fade away? Eltékozlom magam, énekelte a Hú. Remélem meghalok, mielőtt megvénülnék. Meg azt, hogy miért nem tűntök el mind. Nem vettünk tudomást a hisztérikus, a drogöl típusú fenyegetésekről és a többi hivatalos helyről érkező drogellenes kinyilatkoztatásról sem. Úgy gondoltuk, ők, vagyis a kormány meg a szülők csak próbálnak ránk ijeszteni. Miért? A drogok hatása alatt átláttunk rajtuk. Nem féltünk többé tőlük. De legfőképpen nem volt hatalmuk fölöttünk. Szüleim viszonylag menő típusnak számítottak. Herb Alpert and the Tijuana Brass-t hallgattak. Néha szombat este áthívták a barátaikat bulizni. Amatőr zenészek szerény gyülekezete volt ez, akik a nappaliban sajtfondű mellett dzsemmelgettek.
Apám alhírt modorában játszott egy ócska trombitán, anyám pedig, aki miniszoknyát és egy rövid ideig a 60-as évek vége felé narancssárga lila kasmír mintás kartonruhát viselt, egy szuszogó tangóharmonikát pumpált, és a The Girl from Ipanema-t játszotta rajta, meg egy dallamot az Egy férfi és egy nő című filmből. De szüleim divatosságába a drogok nem fértek bele, sőt, bulijaik alkoholmentesek voltak. Az italválaszték az üdítőtől a koffeinmentes kávéig terjedt. A nyár annyira forró Arizonában, hogy egy emlékezetessé vált jelenetben egy riporter például az autója motorház tetején tükörtojást csinált. Amikor kinyitottuk a kocsi ajtaját, apám mindig azt ordította: kifelé vagy befelé, ne hűtsétek nekem a sivatagot! Esténként egy barnára sült bőrű, divatos frizurájú haverommal elmentünk biciklizni. A miénkhez hasonló házak mellett tekertünk el. Le akartunk lépni otthonaink folytogató légköréből, át az indián rezervátumba, ki a végtelen sivatagba. Egy fullasztó nyár estén, mint máskor is, eltekertünk a rezervátumig, és tudomást sem véve a tilos az átjárás és veszély feliratú táblákról, felkapaszkodtunk a sivatagot átszelő egyik betoncsatorna falára. Amikor a könyökünkre támaszkodva hátradőltünk és a csillagokat bámultuk, barátom elővett egy kis alumínium fólia csomagot. Kibontotta és a kezembe nyomott egy apró, négyszögletű papírdarabot, amire egy oroszlán fejet pecsételtek. LSD, mondta. Kicsit félve a nyelvemre tettem az oroszlánt, és éreztem, hogy elolvad. Először émelyektem, nem tudtam megmozdulni, de hamarosan kellemes érzés hullámzott végig az egész testemen. Váratlanul rengeteg energiát éreztem magamban, és talpra ugrottam. Az éjszaka világosabbnak tűnt. Egy felhőszakadás söpört végig a sivatagon, mindent eláztatva. Megdöbbentett, milyen jól látok a sötétben. A háromnegyedéig teli hold igen talányosnak tűnt, de ezt betudtam a drog hatásának. Egy mezei nyú futott el mellettem, megállt és rám bámult. A szorongás és az idegenség érzése, amitől addig szinte folyamatosan szenvedtem, teljesen eltűnt. Mindent elsöprő elégedettség kerített hatalmába. Úgy éreztem, minden a lehető legnagyobb rendben van. 10-re haza kellett érnem, úgyhogy felültem a kerékpárra, és minden erőfeszítés nélkül hazatekertem. A biciklit letettem a garázsban, és a lehető leghalkabban beléptem a házba. Vissza akartam húzódni a hálószobámba, de útközben megállítottak. Kimentem a konyhába a szüleimhez. Na, hogy ment a játék? Fogalmuk sem volt róla, hogy miközben a hét szenzációját, a Csak kétszer él című filmet nézem velük, éppen széjjel trippezem az agyam. Verőfényes májusi délután. Karennel szótlanul hajtunk Nick iskolája felé. Az iskola bejáratánál álló zászlórúd mellett várakozó fiatalok útba igazítanak minket. Az iroda, amit keresünk, a természettudományos tantárgyak épületének földszintjén található. Az első évesek dékánja fogad, aki pólót, keki nadrágot és edzőcipőt visel. Helyjel kínál. A két műanyag székre mutat, amelyek egy tudományos folyóiratokkal telepakolt asztal előtt állnak. Egy másik férfi is csatlakozik hozzánk, aki inkább fiúsnak tűnik, loboncos sötét hajával, kigombolt gallérú ingével. Kollégája iskolapszichológusként mutatja be. Odakin az atlétika pálya gyepén fiúk, közöttük Nick barátai lakrosszoznak. A dékán és az iskolapszichológus azt kérdezik, mennyire viselt meg minket, ami történt. Voltunk már jobban is, mondom. Bólintanak. Anélkül, hogy pontosabb felvilágosítást adnának Nick kihágásáról, nem győznek megnyugtatni minket, és elmagyarázzák, bár az iskolák nagy részében a zéró tolerancia elvét vallják, az ő intézményük felfogása reményeik szerint korszerűbb és hasznosabb. Tekintettel vannak korunk fiatalságának a valós élethelyzetére. Nick kap még egy esélyt, közli a dékán az asztala fölé hajolva. Próbaidőre bocsátjuk, és ha még egy kihágást követel, távoznia kell. Egyben elvárjuk, vegyen részt a drog és alkohol tanácsadáson. Mi történt tulajdonképpen? Kérdezem.
Az egyik tanár rajta kapta Nicket, amint ebéd után az étterem előtt marihuánát vásárol. Az iskola szabályzatának értelmében mindenkit kizárunk, aki drogot árul. A fiút, aki füvet adott el Nicknek, már el is távolítottuk. Úgy tekintünk az esetre, hogy Nick rosszul döntött, magyarázza a tanácsadó két kezét az ölében összefonva. Segíteni szeretnénk neki, hogy a jövőben jobb döntéseket hozzon. Mi a tévedésére egyfajta lehetőségként is tekintünk. Mindez észszerűen és biztatóan hangzik. Karen és én nem csak azért érzünk hálát, mert Nick kapott még egy esélyt, hanem azért is, mert úgy érezzük, nem hagynak minket magunkra a problémánkkal. A dékánnak, a tanácsadónak és más tanároknak is nap mint nap hasonló esetekkel kell foglalkozniuk. Egy órás beszélgetésünk során megemlítem, hogy Nick imád szörfözni, és aggódom, mert a tengerparton is előfordulhat, hogy droggal kínálják. Paradox helyzet, hogy sok gyerek nem elégszik meg azzal a mámorral, amit az óceán félelmetes hullámainak meglovaglása okoz. Én is láttam, amint a szörfruhás kölykök a parton körbeadják a jointot, mielőtt nekivágnának a hullámoknak. Egymásra pillantanak. Van egy tanácsadónk, aki épp megfelelne, böki ki a dékán. Egy természetismerett tanárt említ, aki szintén szörfözik. Felhívjuk Dont. Fantasztikus fej, talán lehetne Nick tanácsadója. Részletesen leírják a központot, amely drog és alkohol tanácsadással foglalkozik. Hazaérve azonnal felhívjuk a központot és időpontot kérünk. Másnap hármasban találkozunk egy tanácsadóval, majd magára hagyjuk Nicket, hogy egy két órás beszélgetés keretében előbb kikérdezzék, majd tanácsokkal lássák el. Amikor visszamegyünk érte, Nick azt mondja, hogy az egész időpocsékolás volt. Dona tanár zömök, vöröses szőkehajú, tengerkék szemű férfi. Arcvonásai egyszerre finomak és kemények. Szavai alapján nem épp érzelgős típus, ugyanakkor határozott, de türelmes, és olyan lelkes mind a tantárgyai, mind a gyerekek iránt, aminek a hatása alól nehéz bárkinek is kivonnia magát. Az a fajta tanár, aki szinte észrevétlenül változtatja meg diákjai életét. A tudományos tárgyak tanítása mellett ő az iskola úszó és vízilabda edzője. Mindemellett van egy csoportja, akiket tanácsokkal lát el. Nicket is az ő gondjaira bízzák, mint azt megtudjuk, amikor a találkozó után néhány nappal Nick felfüggesztése is véget ér, és folytathatja a tanulmányait. Ez a fickó, meséli róla Nick, amikor hazaér, ledobja a hátizsákját, és elindul a hűtő felé. Szóval ez a tanár, zappelyhet tölt egy tálba, és nekiáll felszeletelni egy banánt. Mellém ült ebédnél. Elképesztő a fickó, tejet tölt. Nagyon jó szörfös, az egész életét átszörfözte. Míg felkap egy szelet kenyeret. Voltam a dolgozószobájában, és tele van képekkel. Beutazta az egész világot. A szelet kenyeret vastagon megkeni mogyoróvajjal, aztán előveszi a dzsemet a hűtőből, és abból is tesz a kenyérre. Mondta, hogy néha elmehetnénk valahova szórakozni együtt. Néhány héten belül már együtt szörföznek. Amikor Nick megjön, nagyon lelkes. Dor rendszeresen ránéz az iskolában, és itthon is felhívja. Mikor a tanéva vége felé jár, megpróbálja rávenni Nicket, hogy ősszel, amikor újra kezdődnek az edzések, csatlakozzon az úszócsapathoz. De Nick hajthatatlan. Semmiképpen. De Dom, mintha meg se hallaná az elutasító választ. Nyáron gyakran felhívja Nicket Los Angelesben, hogy megkérdezze, hogy van. Az úszással kapcsolatban is folyamatosan faggatja. Miután a nyár végén együtt szörföznek Észak-Kaliforniában, egy javaslattal áll elő. Ha itt az ősz, és Nick hajlandó elnézni egy úszóedzésre, akkor nem fogja tovább zaklatni azzal, hogy álljon be a csapatba. Nick beleegyezik. Nick 15 éves, másodikos gimnazista, és ígéretéhez híven elmegy az első csapatedzésre, aztán a következőre, és utána megint a következőre. Nyurga testével és a vaskos hullámok lovaglása közben megerősödött izmaival már eleve jó úszó, de Don edzői munkája nyomán gyors ütemben fejlődik.
Csapattársai között jól érzi magát, és Don nagy hatással van rá. Szeretnék örömet szerezni neki, mondja Nick Karennek egyik találkozójuk után. Az úszó szezon a karácsonyi szünet idején fejeződik be. Addigra Donnak már a vízilabda válogatottba is sikerült beszerveznie Nicket. Ő a csapatkapitány helyettes. Karennel, Jasperrel és Daisyvel rendszeresen kimegyünk a meccsekre. Karennel ketten a többi szülő között foglalunk helyet. Jasper meg Daisy fel alá rohangál a fémből épült tribünön. Néha váratlanul bekiabálnak, hogy gyerünk, Nicky! Nick színészként is ígéretes tehetség. Egy este Karennel és néhány rokonnal meg baráttal elmegyünk megnézni őt a Tavasz ébredése című 1891-es Widdekin darabban, és mindannyiunkat lenyűgöz a játékával. Ezt a színművet, melyet most diákok rendezésében látunk, gyakran betiltották, vagy csak cenzúrázva adhatták elő. Most persze erről szó sem volt, mert a történet kamaszok egy csoportjának szexuális öntudatra ébredéséről szól a lehető legőszintébben, akik nem fordulhatnak felnőttekhez segítségért életük problémáinak megoldásában. Az egyik lány tablettát vesz be, hogy elvetéljen, de belehal. Egy másik szereplő öngyilkosságot követ el. Don felkelti Nick érdeklődését a tengerbiológia iránt. Mivel közeledik a második év vége, egy nyári programot is ajánlik Nicknek, amelyet a San Diego-i University of California rendeznek ebben a témakörben. Egyik nap Nick egy prospektust és egy jelentkezési lapot lobogtatva érkezik haza, melyet a program weboldaláról nyomtatott ki, és azt kérdezi, elmehet-e. Miután Vickyvel megtárgyaljuk a dolgot, Nick jelentkezik. Június végén egy reggel repülőre ülünk. A gép ablakán kinézve csodás kilátást tárul elénk. Az égbolt rózsaszín és a csendes óceán partvidékének álomkéken csillogó vize olyan ígéretes, amilyen csak Dél-Kalifornia tud lenni. Miután San Diego-ban földet érve megkapjuk a csomagjainkat, kocsit bérelünk. Észak felé indulunk el az 5-ös számú országúton. Áthajtunk San Diego-n, míg elérjük a kis tengerparti város La Jolla felé vezető leágazást. Lehajtva az autópályáról, hamarosan megérkezünk a University of Californiához, és bejelentjük Nicket. Kicsit izgul, a többi gyerek azonban barátságosan fogadja, és hozzá hasonlóan néhányan szörfdeszkát is hoztak magukkal, ami megnyugtatja. Elbúcsúzunk tőle. Daisy kis karjával átfogja Nick nyakát. Oké, zsoké, köszön el tőle Nick. Találkozunk nem sokára. Nick gyakran felhív telefonon, remekül érzi magát. Lehet, hogy tengerbiológus szeretnék lenni, említi egyszer. Mesél a programban résztvevő gyerekekről, meg arról, hogy a többi szörfössel minden reggel korán felkelnek, és még az órák előtt egy meredek ösvényen lemennek Black Beachre. Azt mondja, elhatározta, amíg ott van, levizsgázik könnyű búvárkodásból is. Egy éjszakai merülés során Catalina Island közelében egy csapat delfinnel úszik együtt. Amikor a program véget ér, Vicky megy el érte, és Nick a nyár hátralévő részét Los Angelesben tölti. Az idő gyorsabban telik el, mint általában, így hamarosan megint nálunk van, és készül a harmadik évre. Ez bizonyul az eddigi legkeményebb évének a gimnáziumban. Van egy szoros baráti köre, akik mellett láthatóan elkötelezte magát. Megosztják egymással komoly aggodalmaikat a politika, a környezet és a társadalmi kérdések terén. Együtt tiltakoznak egy kivégzés ellen San Quentinben. Egy barátunk, aki szintén részt vett a tüntetésen, meglátja Nicket, ahogy a járdán ül és könnyek folynak az arcán. Nick minden tárgyát szereti, de továbbra is az írás az erőssége. Irodalom tanára biztatására novellákat és verseket ír, és az iskolai újság csapatához is beáll szerkesztőnek és rovatvezetőnek. Őszinte, személyes hangvételű írások mellett politikai jegyzeteket ír, például a pozitív diszkriminációról, a Littletoni lövöldözésről, a koszovói háborúról. Szerkesztőségi megbeszéléseken vesz részt, és késő estig bennmarad a lapnál, mert a korrektúrázásban is segítkezik. Jegyzetei egyre merészebbek. Egyik írásában azt az időszakot tárgyalja, amikor elárult a leginkább becsesnek tartott eszményeit. Kedves barátainkról ír,
Egy párról, akik egyébként Nick nem hivatalos keresztszülei is egyben. Egyikük hív pozitív. Ő adott Nicknek egy éjckarkötőt. Pontosan olyan éjszalagot, amit az ember azokon az idióta celebekkel lát, amit az Oscar-díj átvételére érkezve a bejáratnál kapnak, írja Nick. Az ilyen emberek nagy részének ez valószínűleg nem több egy divatos dísznél, de a barátomtól kapott karkötő a reményt jelképezte. Azt is mondta, hogy a karkötőért kifizetett összeg a betegség gyógyítása érdekében végzett kutatások támogatására megy. Nick azt írta, hogy minden nap viselte a karkötőt, de aztán egyre idősebb lettem. Bár a keresztszüleimmel kapcsolatos érzéseim nem változtak, aggódni kezdtem, hogy más emberek mit gondolnak rólam. A gimnáziumban hallottam, hogy milyen rémes dolgokat beszélnek a melegekről, és egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a karkötő miatt. Végül aztán levettem. Aztán, amint Nick meséli, el is vesztette a karkötőt. Sajnálom, hogy elvesztettem, így fejeződik be az írás. De a hiánya talán többet jelképez, mint az, ha még mindig meglenne. Azt jelképezi, hogy nem tudtam kiállni a barátomért. Újságírást oktató tanára biztatására Nick ezzel és más írásaival is benevez az Ernest Hemingway írói versenyre, melyet középiskolás újságírók számára rendeznek minden évben, és megnyeri az első díjat. Egy másik írását elküldi a Newsweek Mindtör rovatának, melyet a heti lap 1999. februári számában le is közöl. A cikk egy megrendítő vádirat a hosszú időre szóló közös szülői felügyelet ellen. Talán ki kellene egészíteni valamivel a házastársi fogadalmakat, írja Nick. Ígéret, hogy minden körülmények között, gazdagságban és szegénységben, betegségben és egészségben szeretni fogod őt, és kitartasz mellette, amíg a halál el nem választ. És ha valaha is gyermeketek születik, és úgy alakul, hogy el kell válnod házastársattól, megígéred, hogy a gyermekedhez közel választasz magadnak lakhelyet? És mivel az emberek gyakran megszegik az ilyen fogadalmakat, talán törvénnyel kellene kötelezni őket a betartására. Ha gyermeked van, a közelében kell maradnod. Vagy maradjunk a józanész határain belül. Ha mégis messzire költöznél tőle, akkor viszont te legyél az, aki odautazol meglátogatni a gyereked. Megrendítően írja le, hogy mit kellett elszenvednie a közös szülői felügyelet kimondása utáni évek során. Valaki mindig hiányzik. Nick irodalmi és zenei ízlése folyamatosan változik. Egykori kedvenc írói, mint Salinger, Harper Lee, John Steinbeck és Mark Twain helyét olyan mizantróp, drogokkal élő, alkoholista, depressziós és öngyilkosságra hajlamos szerzők veszik át, mint Rimbaud, Burroughs, Kerouac, Kafka, Capote, Miller, Nietzsche, Hemingway és Fitzgerald. Egyik nagy kedvence Charles Bukowski könyveiből lopják el a legtöbbet az iskolaboltjában. Bukowski egyszer olvasóit elesett, elmeháborodott, elátkozott embereknek nevezte. Lehet, hogy a kamaszok ilyenek vagy ilyennek tűnnek, mégis aggodalommal tölt el, hogy Nick olyan lenyűgözőnek találja ezeket az írókat, különösen amikor a drogokat és a kicsapongást magasztalják. A tavaszi szünetben Nickkel kettesben meglátogatunk néhány középnyugati és keleti parti iskolát. Repülőre ülünk, és egy ködös reggelen landolunk Chicagóban. Van egy szabad délutánunk, úgyhogy meglátogatjuk a Művészeti Múzeumot és más múzeumokat. Este pedig megnézünk egy színdarabot. Nick előadásokat hallgat meg a Chicagói Egyetemen, és az éjszakát a kollégiumban tölti. Reggel Bostonba repülünk, és kocsit bérelünk. Két napon át a helyi iskolákat látogatjuk, majd Amherstbe megyünk, ahová már sötétedés után érkezünk. A belvárosban parkolunk le, és egy indiai étteremben vacsorázunk. Utána megkérdezünk az utcán egy férfit, hogy merre találjuk a szállodánkat. Ő hangosan kiabálva igazít útba minket. Menjen egyenesen, és odaér egy közlekedési lámpához. Szigorúan a szemünkbe néz. Jobbra forduljon! Mindenképpen jobbra forduljon, soha ne balra! Elindulunk pontosan a mondott irányba, miközben Nick ugyanazzal a hangerővel és hanglejtéssel irányít engem, mint a férfi. Megállni! Kiáltja.
Jobbra, jobbra, jobbra. Mindenképpen jobbra fordulj, soha ne balra. Utunk utolsó állomása Manhattan, ahol Nick meglátogatja a New York és a Columbia Egyetemet. Hazaérve kitölti az egyetemi jelentkezési lapját, és eltervezzük, hogy mit csináljon a nyáron. Karennel tovább gyakorolják a franciát. Nicknek jó a nyelvérzéke, kiváló a memóriája és a hallása is. Ha nem találja a megfelelő kifejezést, akkor más szavakkal mondja el, amit akar. Mindezt folyékonyan, párizsi kiejtéssel teszi, és Karennek köszönhetően francia szleng kifejezések tömegével fűszerezve. A tanév vége felé francia tanára arra biztatja Nicket, hogy jelentkezzen egy nyári tanfolyamra, és tanulja tovább a nyelvet a párizsi American University-n. Megbeszéljük Vickivel, és úgy döntünk, helyes, ha elmegy. Nick a június nagy részét Los Angelesben tölti, azután elutazik Párizsba a 3 hetes tanfolyamra. Amikor néha hazatelefonál, mindig arról számol be, hogy remekül érzi magát. Egyre jobban beszél franciául, és számos jó barátra talált. Még egy diákfilmben is szerepet kapott. Imádok itt lenni, de mind nagyon hiányoztok, mondja egyszer búcsúzásképpen, mielőtt letenné a kagylót. A kiskölyköknek mondjátok meg, hogy nagyon szeretem őket. Amikor a tanfolyam véget ér, és Nick hazaérkezik, kimegyek elé a repülőtérre. A kijáratnál várakozva látom kiszállni a gépből, és megállapítom, hogy borzalmasan néz ki. Időközben megnőtt, de nem ez tűnik fel első pillantásra. Haja bozontos, rendetlen, szeme karikás. A bőre valahogy szürkésnek tűnik. A viselkedésétől megriadok. Valami mélyről jövő mogorvaságot érzek rajta. Végül megkérdezem, mi a baja. Semmi, jól vagyok, mondja. Történt veled valami Párizsban? Nem, feleli indulatosan. Gyanakodva nézek rá. Beteg vagy? Jól vagyok. Néhány napon belül azonban gyomorfájdalmakra panaszkodik, úgyhogy időpontot kérek a családi orvosunktól. A vizsgálat 1 órán át tart. Aztán Nick kijön, és arra kér, hogy menjek be én is. Az orvos karját a mellén összefonva aggódó tekintettel néz Nickre. Érzem, hogy többet is szeretne mondani, de egyszerűen annyit közöl, hogy Nicknek gyomorfekéje van. Hogy lehet egy 17 éves gyereknek gyomorfekéje?